Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Látványos standal mutatkozott be a budapesti utazási kiállításon Szabolcsnál Bereg megye. Partnerként megjelent volna Kárpátalja is, de a háború miatt sajnos küldötteik nem tudtak részt venni az expón. Erről is szó esik mai műsorunkban. Nézzük a kínálatot. Segítség a menekülteknek. A Vöröskereszt megyei szervezete is a határon dolgozik. Támogatás Kárpátaljának. A megyei önkormányzat is adománnyal segíti a háború sújtotta embereket. Budapesti utazási kiállítás. A megye értékeit mutatták be a fővárosban. Másfél hete tart a háború Oroszország és Ukrajna között, amióta megszólaltak a fegyverek, folyamatosan jönnek a menekültek a megyei határállomásokra. Számtalan országos és helyi szervezet segíti a bajba jutottakat. A Magyar Vöröskereszt megyei szervezete az első között érkezett a helyszínre, és most is ott dolgoznak. Vendégem a szervezet megyei elnöke, Gurály Edina, akit úgy terveztük, hogy itt lesz a stúdióban, és itt tudunk beszélgetni, de hát az élet átírta a terveinket, mert hogy Gurály Edina a határon van, így aztán telefonon tudunk beszélgetni. Jó estét kívánok, kedves Edina! Üdvözlöm a nézőket! Edina, úgy beszéltük meg, hogy tudunk személyesen a stúdióban, de sajnos az élet átérte ezt. Most éppen merre van, hol segítenek a bajba jutottaknak? Most éppen Lúnyáról tartunk Barabásra, és a központi Aranyosapátiban létrejött Híd Kárpátaljáért összefogás raktárába érkezett romlandó élelmiszer, és ezzel tartunk éppen a Katolikus Karitász által működtetett segítségpontra. Múlt héten csütörtökön már kollégáim ott voltak a határon, amikor elindult a háború, és elindultak a menekültek, és mindenki azt mondta, hogy bármerre mentek, mindenhol önökkel találkoztak. Mi történt múlt csütörtök óta? Röviden összetudná foglalni, hogy mi minden történt, és mi változott azóta? A szervezetünk szempontjából ez egy nagyon lényeges visszajelzés volt arra, hogy amiről szoktunk beszélni, hogy a területi lefedettség és a helyi kapcsolati hálunk nagyon erős az önkormányzatokkal és a településekkel, ez megmutatkozott, hiszen akkor, amikor a menekült válság először megjelent, illetve nem először megjelent, hanem amikor megjelent a határállomásokon, akkor az önkormányzatok bennünket hívtak, illetve mi is hívtuk őket, tehát ez a kölcsönösség így is megmutatkozott, hogy mi is kerestük őket, hogy mit látnak, mit tapasztalnak, és miben tudunk nekik segíteni. Volt önkormányzat, aki önkénteseket kért, volt önkormányzat, aki így első körben vagy a fektetőket, vagy csak pokrócokat kért tőlünk, de szombat estére már mindenütt ott voltak a vöröskeresztes munkatársak és önkéntesek, és segítettük az ellátópontoknak a működését, amit időközben saját erőből létrehoztak a települési önkormányzatok. Ezeknek a működését vagy a koordinációban, vagy az adományok kezelésében, vagy a menekültek kiszolgálásában vettünk részt. Gyakorlatilag a szerepünk és a részvételünk az mindig az aktuális igények szerint változott. Igyekeztünk helytállni és teljesíteni minden kérést, ami befutott hozzánk. Amikor elindult ez a segélyakció, akkor azt lehetett látni, hogy nagyon sok adomány érkezett viszonylag hamar, nem csak a szervezetektől, hanem civilektől is. Néha már kaotikusnak kezdett látni a látvány, szóval nagyon sok minden érkezett, és nagyon nehéz volt ezeket is elhelyezni. Ebben hogyan tudtak segíteni, hogy a megfelelő felajánlás a megfelelő helyre tudjon érkezni? Igen, ez egyrészt nagyon jó érzés volt azt látni, hogy az ország legtávolabbi pontjából is családok ültek be az autóba, és jöttek segíteni, akár azt is, amit ők maguk elkészítettek, például szendvicset, kiosztották a menekülteknek, a transportra várakozóknak. Ugyanakkor ez meg is nehezítette a munkánkat, hiszen mindenki csak szinte kirakta az autóból az adományt, és azt utána nagyon, nagyon nagy apparátust kellett mozgósítani ahhoz, hogy ezek az adományok a megfelelő helyre kerüljenek, megfelelően tudjuk őket betárolni, tudjuk őket szortírozni, és ezt nem csak a Vöröskereszt nevében mondhatom, ezt azt gondolom, hogy minden karitatív szervezet, aki most segítségponton dolgozik, ugyanezt az élményt élte át,
hogy akkor, amikor van egy kis szusszanásnyi idő, akkor ezeket a segítségpontokat valamilyen szinten úgymond rendbe kell hozni, ugyanis a mai napon is például Lónyára is már legalább 3 adományozó érkezett meg, aki kifejezetten az önkormányzat és a Vöröskereszt által működtetett segítségpontot szeretné támogatni, idehozza az adományát. Hogyha nagyon sok a menekült egy helyen, és nagyon sok az adományozó egy nap, akkor gyakorlatilag nem segítik a munkánkat, hanem hátráltatják, hiszen ezt az adományt is el kell valakinek pakolni, és akkor a segítségpontoknak a humán erőforrását terítik ki. Sokkal jobb, hogyha például ilyenkor mi azt indítottuk el, hogy aki kifejezetten a Vöröskereszten keresztül szeretne adományozni, ennek érdekében Vásárosnaményben nyitottunk meg egy raktárat, és itt halmozzuk föl, ide gyűjtjük be azokat a tartós élelmiszereket, amiket később a segítségpontra, illetve az itt lévő menekülteknek, akik már hosszabb távon itt fognak maradni, az ő ellátásukra tudunk hasznosítani. Erre már a mai nappal is van élő példa, már a múlt héten is volt ilyen megkeresés, hogy azok a települések, akik felajánlották a segítségüket, akik nem határmenti települések, de természetesen az összefogásban részt vesznek, és ők is valamilyen módon beszerettek volna kapcsolódni, például szálláshelyeket alakítottak ki, vagy ilyen magánszállásokat, magáncsaládok fogadtak be családokat. Ott azért egy ideig, óráig lehet tartani saját forrásból, hogy segítik a menekülteket. Ugyanakkor azért vagyunk mi karitatív szervezet, azért vagyunk mi Vöröskereszt egy adománygyűjtő pont, hogy ezeket a beérkező adományokat, ezeket oda tudjuk adni például ezeknek a családoknak szükségleteik szerint. A nagyobb adományokat, azokat pedig a Híd Kárpáta aljáért összefogás közös karitatív raktárában várjuk, ahol ez Aranyos Apátiban működik az Ady Endre utca 17 szám alatt. Minden nap 8-tól 17 óráig van nyitva a raktár. Ez a központi raktár, ami nem csak a Vöröskereszt, hanem minden karitatív szervezetnek az adományát fogadja. Ugyanez a szisztéma működik, tehát termékek szerint, árucikkek szerint szortírozzuk az adományokat, ezt a Vöröskereszt önkéntesei és munkatársai működtetik, és hogyha egy segítségponton például, csak egy példát mondok, elfogyott a pelenka, akkor ebből a központi raktárból történik meg a segítségpontnak a feltöltése. A megyei szervezet hány önkéntese dolgozik most a határon, és hogyan bírják önök? Gondolom, hogy azért emberpróbáló múlt csütörtök óta gyakorlatilag éjjel-nappal ott szolgálatot teljesíteni. Én úgy látom, hogy akkor, amikor egy rendszer már föláll és elkezd jól működni, akkor kicsit könnyebb a helyzet, hiszen mi is jobban átlátjuk azt, hogy hogyan tudunk jól működni. Itt Lónyán azért, tehát a Lónyai Segítségpontért felelős a Magyar Vöröskereszt. Minden nap, napközben egy munkatárs és 3 önkéntes segíti a Lónyai pontnak a működését. Éjszaka 2 önkéntesünk van itt. Polgármester úrral egy nagyon jó együttműködés alakult ki. Éppen tegnap beszéltük meg, hogy hogyan osszuk be az erőforrásainkat, hiszen ők is nagyon példásan helytáltak a helyi lakosokkal a menekültek megsegítésében, de nyilván ezt egy jól szervezett formában érdemes csinálni annak érdekében, hogy a kapacitások ne merüljenek ki. Mi most is várjuk az önkénteseknek a jelentkezését, és azt szeretnénk, hogyha felelősségteljes önkéntesek szolgálatra jelentkeznének. Tehát azt is tudomásul kell például venni egy ilyen helyzetben egy önkéntesnek, hogy lehetnek olyan napszakaszok, amikor például nincsenek menekültek, hiszen a menekültek a határól érkeznek, és mindig annyi menekült van, aki éppen a határon átjön, és a segítségponton, ezen a tranzitponton pihen meg egy pár órára, addig, amíg vagy egy szervezett szállításban, például a Záhonyi határátkelőre, nem határátkelőre, rosszul mondtam, a vasútállomásra nem történik meg az elszállítása, hogy onnan vonaton tovább tudjon menni az úti célja felé, vagy pedig barátok, rokonok, ismerősök jönnek értük a határa, és viszik el őket egy távolabbi pontra.
addig ők itt tudnak várakozni, meleg ételt, italt kapnak, édességgel, rágcsálnivalóval, uticsomaggal fölszereljük őket, hogy addig, amíg elérkeznek a következő pontra, addig is megfelelő élelem és italtartalék legyen náluk. És erre a szolgálatra még várunk önkénteseket. Mi itt a Lónyai ponton 12 órás szolgálatot alakítottunk ki, reggel 8-tól este 8-ig, illetve este 8-tól reggel 8-ig tart egy-egy szolgálati időszak. Nagy szükség van most angolul és ukránul beszélő önkéntesekre, akik tudnak segíteni nekünk ezeken a pontokon. Egyébként köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt, és hát nagyon jó munkát és kitartást kívánunk a továbbiakhoz is. Nagyon úgy néz ki, hogy még jó néhány hétig elhúzódhat ez a válság. Köszönöm, hogy velünk volt. Köszönöm szépen az interjút. Viszont hallásra. Folytassuk sajnos ugyanezzel a témával. 1 millió forintot adományozott a megyei önkormányzat az ökumenikus segélyszervezeten keresztül a háború elől menekülőknek. Szombaton pedig Kárpátalja vezetőivel találkoztak Záhonyban, többek között Sesták Oszkár, a megyei önkormányzat elnöke. Ott voltunk a megbeszélésen. Az utcáról ablakon átadták be az adományokat a kisvárdai Kárpátalja házba. Folyamatosan érkeznek a tartós élelmiszerek, tisztálkodási és gyermekápolási cikkek. A kulturális központ tevékenységét átalakította az orosz-ukrán háború. Eredeti funkciója szerint ez a kárpátaljai magyarság és ruszinságnak egy kis közösségi háza. Hát sajnos most másként alakultak a körülmények a háború kitörése napján, tehát csütörtökön este már Kisvárdán a civilek, főleg a Tisza ETT kezdeményezésre megjelöltek néhány családi házat címként, ahova fogadnak adományokat. És láttam, vagy láttuk többen, hogy ez így azért nem a legcélszerűbb, és rögtön felajánlottam a házat, hogy befogadó intézményként, illetve olyan helyként, ahol irodánkból tudjuk koordinálni a munkát, tudjuk használni, tudjuk szervezni az egész gyűjtési akciót. Az adománygyűjtést a Tisza Európai Területi Társulás szervezte azzal a céllal, hogy a felajánlások a megfelelő helyre érkezzenek. A szervezet igazgatója azt mondta, őket keressék, akik segíteni akarnak. Mi vagyunk a legmegfelelőbb együttműködési társulás arra, hogy most ezt a nehéz helyzetet áthidaljuk. Hiszen, minthogy Szabolcs-Szatmár-Berek megye és Kárpátalja megyét foglaljuk össze, így rendelkezünk megfelelő mennyiségű kapcsolatrendszerrel, hogy az itt lévő adományokat a megfelelő helyek Kárpátaljára tudjuk eljutatni, és felmérjük azokat a hiányosságokat, amire éppen szüksége van Kárpátaljának a kapcsolatrendszernek megfelelően. Mire van most éppen szüksége Kárpátaljának? Főként élelmiszerre. Sajnos azt a hírt kaptuk, hogy még most érkeznek nagyon sokan, akiket amennyiben nem tudnak átkelni a határon, Kárpátalja kell, hogy befogadja. Őket nyilván el kell látniuk élelmiszerrel, ezért tartós élelmiszerre van főként szükségünk most jelen pillanatban. Engedély nélkül gyógyszert elvenni nem lehet a polcról. A legkülönbözőbb pirulákat is viszik ki a határon túlra. Nem csak adományokkal, hanem anyagilag is támogatja a munkát a Szabolcs-Szatmár-Berek megyei önkormányzat. A saját költségvetésünkből is a lehetőségünkhez mérten adtunk a ökumenikus szeretett szolgálatnak egy nagyobb összegű adományt, de talán még fontosabb az, amit itt végeznek az emberek, a közösség, itt a Kárpátalja házban például a számos segítőpont közül itt a Tisza ETT és a Kárpátalja ház fog össze. Ugye a Tisza ETT egy Kárpátaljával közös összefogásunk eredményeképpen 5 éve ezelőtt jött létre, tehát a megyei önkormányzaton túlmenően a Tisza Európai Területi Társulás is, amelynek én vagyok az elnöke, ukrán társelnöke van, ez a szervezet is aktívan részt vesz a adakozásban, illetve a segítségnyújtásban, és hát a megye apraja nagyja, fantasztikus tényleg az a összefogás, az a adakozókészség, önkéntes munka, amit az emberek végeznek egész Magyarországon. A pénz mellett jellemzően élelmiszert és használati tárgyakat küldenek a civilek. Kisvárdán is sokan segítenek. Civilek kis adományok a kis táskával is bejönnek, illetve rögtön az első pillanattól személyes kapcsolatba kerültünk a Tűzoltó Szövetséggel, ők gyakorlatilag már az országos hálózat az adományai jó részét ide irányítja, innen tudjuk koordinálni, elosztani, szortírozni és egyből a célállomásra juttatni.
Hova mennek innen az adományok elsősorban? Ez is kétfelé oszlik, most már jó néhány befogadott menekült család van, az ő ellátásokról is tudunk gondoskodni hosszabb időre, és most már a felgyülemlett adomány mennyiségnek köszönhetően, illetve rögtön a határon túlra is, ott is vannak olyan kapcsolatok, hogy célirányosan egyből megfelelő helyre tudjuk juttatni az adományokat. Folyamatosan szállítják a segélypontokra a felajánlásokat. A segítséget már korán, múlt csütörtökön megszervezték Kisvárdán. Pontosan tudtuk, hogy amikor a háború kirobbant, hogy az első nyomás a határszéli településeken lesz, de utána értelemszerűen ez egyre beljebb tolódik a segítségnyújtási szükség, és akkor éreztük, hogy össze kell fognunk, és hál' Istennek a Kárpátalján, az önkormányzattal, a megyei önkormányzattal, a Tisza RTT-vel összefogtunk, és látják itt ma, hogy mi van, jönnek az adományok, pakoljuk terraktókra, vagy Kárpátaljára, vagy itt az itt szükséges elosztóközpontba visszük, és átadjuk a rászorultaknak. Hát azt gondolom, sajnos lesz még feladatunk. Milyen jellegű adományokra van most szükség? Az nagyon fontos, hogy ruhára már nincs szükségünk, hiszen ugye a ruha az mindig egy olyan szükség, amit az ember tud pótolni, illetve az mindig többet adnak. Nekünk most tartós élelmiszerre lenne szükség és gyógyszerre. Ezt várnánk mindenkitől. A túloldalon mennyire könnyű most átjutatni a segélyadományokat? Azt javasoljuk mindenkinek, hogy ne induljanak el önmagába a segélyszállítmányokkal. Mindenképp koordináljanak, keressenek akár a Tisza RTT-től Czap Andreát, aki ebben már rutinosan és éppen a napi rutint követve, hiszen amit szerdán még átengedtek, azt már pénteken nem engedik át ugyanazok az okmányokkal, tehát mindenképp kérnek szakszerű segítséget. Az elmúlt egy hétben több mint 100 000-en érkeztek Kárpátaljáról Magyarországra. Most már a szállítmányok egy részét viszik ki a határon túlra is. Talán ez még fontosabb, hogy a határon túlra juttassunk segélyszállítmányokat, hiszen belső ukrajnai menekültek, talán már 100 000 van Kárpátalján is, tehát az ő ellátásukra is szükség van, talán még nagyobb szükség van, mint akik átjöttek Magyarországra vagy Európába, hiszen ők magyarországi rokonoknál, ismerősöknél, vagy Európában élő családtagjaiknál menedékre találnak. Nagyobb számban persze ott is vannak, akik mindenüket hátrahagyva és teljesen ismeretlenbe jöttek. Tehát nagyon fontos, hogy ott tudjunk segíteni, és a mai akció is erre irányul, hogy Csubirko elnök úron keresztül, aki a Kárpátaljai megyei tanácselnök és ilyen módon közvetlen partnerünk, számos programban együtt működtünk, és remélhetőleg a jövőben is együtt fogunk tudni működni Európai Uniós programokban, tehát őket segítsük, és hát mindenre szükség van, ami az élethez kell. De talán kiemelnék egy nagyon fontos szegmenset, a gyermekeket, hiszen látszik a menekülteken is, hogy itt anyák és gyermekek vannak elsősorban a legnagyobb számban. Bébi étel, pelenka, tisztálkodószerek, tehát nem csak élelmiszerekről van szó, adott esetben gyógyszerekről is. Persze gyógyszert az nagyon nehéz, hogy mire viszünk gyógyszer, de egyszerű fájdalomcsillapítók vagy gyulladáscsökkentők is nagyon sokat segítenek. A menekültek közül többen már munkát keresnek a térségben. A Kisvárda környéki cégek szívesen foglalkoztatják az Ukrajnából érkezőket. Köszönöm az összefogást, amit a városban és a város környékén tapasztaltunk. Ténylegesen példaértékű, hogy mindenki jön és segít. Nyilvánvalóan most már arra kell figyelnünk a következő időszakban, hogy kellnek az új erők, tehát önkéntesek újra kellnek, mert akik már itt dolgoztak, az egy nappal átéve dolgoznak, és nyilvánvalóan azért el fognak fáradni minden területen. Tehát mindenben segítünk, tehát szállásban, élelemben, élelmiszerellátásban, minden. Szóval arról, hogy azok, akik átjönnek, azok közül esetleg néhányan már munkát is keresnek, esetleg ilyesmi van lehetőség, vagy van arra lehetőség, hogy irányítani a menekülteket esetleg munkaadók felé? Van ilyen lehetőségünk, sőt már a múlt héten kedden el is kezdtük, hogy a Masszervúrnál egy toborzás volt, de akkor mi kevesen tudtak eljönni, de én azt hiszem, hogy hamarosan egyre inkább rászervezünk, akkor lesznek. A Masszervúr várja dolgozni vágyókat, dolgoznak a rókat. Többen jelezték, hogy szívesen adnak munkát olyanoknak, akik
úgy döntöttek, hogy életvitelszerűre itt szeretnének tartózkodni, és ez az egész egyszerű, betanított munkától a magasabb kvalifikáltságú, akár ápolói munkán keresztül, egyszerű kertészeten át többen jelezték, hogy szívesen látnak szakembereket a munkaerőpiacon, várjuk őket is. A megyei önkormányzatot is több szervezet kereste meg, hogy segítsen. A csongrádiak például 1 millió forintot ajánlottak fel. Csongrád megyei önkormányzat azzal keresett meg, hogy az ő szándékuk szerint határ innenső oldalán lévő önkormányzatok nyújtanának segítséget. Akkor azt tanácsoltam nekik, hogy vagy azt Tilki Attila képviselő úrról is azt döntöttük, hogy annak a 4 önkormányzatnak, magyarországi önkormányzatnak, Beregsuránynak, Lónyának, Tiszabecsnek és Barabásnak 200-250 ezer forintot ad a Csongrád megyei közgyűlés, akik nagyon sokat tesznek a védekezésért, és ők is az anyagi erőforrások hiány vannak már. Tehát ez is lehet egy dolog, de a legkülönbözőbb módja van a támogatásnak. A Pest megyei önkormányzat, a Kárpátai Magyar Főiskolát, a II. Rákóczi Ferenc Főiskolát segíti, a Borsod és a Szolnok megyei önkormányzat ugyancsak a ökonomikus segélyszervezetek a munkáját segítette hasonlóan hozzám pénzadományjal. Tehát a védekezésnek, a segítségnyújtásnak számtalan formája van, mindenki saját meggyőződése szerint vagy belátása szerint adhat segítséget. A térségben azt mondják, most már nem csak adományokra, hanem önkéntesekre is szükség van. Azok, akik egy hete éjjel-nappal segítenek, egyre inkább fáradnak, utánpótlásra lenne szükségük. Szabolcs-Szatmár Bereg megye turisztikai értékeit mutatta be a megyei önkormányzat vásárosnaménnyal közösen állított standja a budapesti utazási kiállításon. A harmadik partner, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács képviselői az Ukrajnában zajló háborús helyzet miatt ezúttal nem lehettek ott a 4 napos rendezvényen. Kerecsen József járt a fővárosban. Eredeti formájában, szárítva és 100%-os natúrlé formájában is megjelent a szabolcsi alma, Budapesten a Hung Expo Szabolcs-Szatmár Bereg megye standjánál. Szatmári lekvárok, panyolai pálinka különlegességek és több tucat a régió turisztikai különlegességét bemutató kiadvány is helyet kapott az információs pulton az egyéb kihagyás után megrendezett utazás kiállításon. A standnál ugyanakkor felirat jelezte, a kárpátaljaiaknak is itt lenne a helyük. Az ismert háborús helyzet miatt a határon túliak nem voltak jelen, a megyei jelenlévők őket is képviselték. Nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy újra így, hogy kinyílt ugye a pandémia után a világ, újra hangsúlyt helyezzünk arra, hogy megmutassuk Szabolcs-Szatmár Bereg megye, és nyugodtan mondhatom, nem csak a megye, hanem Kárpátalja szépségeit is, hiszen azt mondjuk el, hogy ide az utazás kiállításra már hosszú évek óta úgy jövünk, hogy Kárpátaljával együtt mutatjuk meg azokat a kincseket, amelyekre büszkék vagyunk, és ahol várjuk a turistákat, hogy látogassanak el. Szabolcs-Szatmár Bereg megye, Vásárosnemény, a Vásárosnemény Turinform Iroda és Kárpátalja most sajnos nem tud együtt itt lenni, hiszen háborús helyzet dúl az országban, de lélekben velünk vannak a kárpátaljaiak, és itt is természetesen azt az üzenetet, amit ők át szerettek volna adni, azt mi hozzuk magunkkal. Mint Vásárosnemény, hiszen ők vannak talán legközelebb hozzájuk, mint pedig Szabolcs-Szatmár Bereg megye. És hát a legfontosabb célunk az természetesen, és nagyon bízunk abban, hogy véget ér hamarosan ez a háborús helyzet, hogy a turisták valóban olyan célpontokat találjanak a megyében és Kárpátalján, amelyek nem csak egy egyedi alkalommal egyetlen látogatást tesznek majd lehetővé, hanem abban bízunk, hogy visszajáró vendégek lesznek majd, hiszen rengeteg olyan értékünk van és rengeteg olyan szépségünk van, amelyet meg kell tudnunk mutatni, és ne hallgassuk el ennek a gazdasági hatását sem, hiszen pontosan ez lenne a célunk, hogy a turizmusból bevételeket is generáljunk, úgyhogy azon dolgozunk, és azt szeretnénk elérni az utazás kiállításon való megjelenéssel is, hogy Szabolcs-Szatmár Bereg megye, Vásárosnemény és térsége, a Szatmár Bereg és Kárpátalja igazi turisztikai célponttá váljon az aktív és a pihenni vágyó turisták számára is. Filip Sándor Vásárosnemény polgármestere is azt hangsúlyozta, Szabolcs-Szatmár Bereg megyében jelenleg a menekültek megsegítése a legfontosabb. A beregi város első embere szerint ugyanakkor örömteli, hogy a térség turisztikai vonzereje egyre jelentősebb. Ha nincsenek is itt fizikálisan, de lélekben mindig itt vannak velünk, hiszen évek óta együtt mutatjuk be azokat az értékeket, amelyeket Szabolcs-Szatmár Bereg megye, amelyeket Vásárosnemény, valamennyi szatmári beregi nyírségi település képviselt, de ilyenkor tudjuk azt, hogy
ebben a helyzetben ott kell helytállniuk, úgy, ahogy valamennyi magyar embernek most a határok mentén és a környező településeken kell helytállnia. Azt hiszem, hogy ennek a súlyát most mindenki átérzi, de azt is tudom, hogy előre kell tekintenünk, hiszen tervek, tervezés nélkül nem jutunk előrébb, és hiszem azt, hogy ez a háború, amilyen hirtelen kezdődött, olyan hamar véget is ér. Nyilván azokat a családokat, amelyek óriási veszteségeket, esetlegesen családokat veszítettek el, semmi sem kárpótolja, de higgyék el, hogy mindenkire gondolunk és mindenkire vigyázunk. Visszakanyarodva arra, hogy mi is az, amit meg tudunk itt mutatni, előre is meg kell köszönjem valamennyi támogatónknak, segítőnknek, akik ilyenkor a kiállításon hozzák mindazt, amivel ők értéket teremtenek, amivel ők a térségbe vonzák az ide látogató turistákat. Tudjuk azt, hogy elsősorban a Covid, majd most a háború az, amely nehezíti ennek az ágazatnak a magára találását. Ugyanakkor látjuk azt, hogy a nyarunk már egész jól sikerült, gondolok itt a 2021-es nyárra, ugyanakkor most megint kaptunk egy övön aluli ütést. Talán egyfajta katalizátor lehet egy ilyen esemény, egy utazási kiállítás, amely a 45. utazási kiállítás. Úgy hiszem, hogy megmutathatja magát Egyiptom, Veszprém és mi, Szabolcs-Szatmár, Bereg megye is, hiszen olyan értékekkel bírunk, elegendő, hogyha csak visszautalunk a tavalyi esztendőre, hiszen az Egy a természettel természeti és vadászati világkiállításnak vásárosnak is egyik kiemelt vidéki helyszíne volt. Azt is láttuk, hogy akkor a 3 hétben 50 ezeren látogattak el hozzánk, és ezáltal a kerékpáros turizmus, a víziturizmus, a középkori templomok útja, a horgászati turizmus mellett most már a vadászati turizmus térképén is ott vagyunk, és ennek élvezzük minden előnyét. Ugyanakkor, hogy kerek legyen a mondandóm, hiszem azt, hogy ezzel a kialakult helyzettel és annak megszüntével újra indul az élet, és arra kérek mindenkit, hogy ilyenkor tényleg a csendes segítségnyújtás legyen a mértékadó, senki ne kezdjen el más irányban gondolkozni, kavarni, és esetlegesen feszültséget kelteni. Egy a lényeg, hogy úgy, ahogy Ukrajna és kárpátaljai magyarjaink élvezik azt a segítséget, ugyanúgy itt az utazási kiállításon mi is mutassunk segítőjobbot azoknak, akik majd ebből a nehéz helyzetből kimászva pihenni, kikapcsolódni szeretnének, úgy Vásárosnaményban, mint Szabolcs-Szatmár, Bereg megyében, és úgy Magyarországon, mert Magyarország egy csodálatos ország. Ha Kárpátalja nem is, Székelyföld képviseltette magát az utazás kiállításon. Szabolcs-Szatmár, Bereg megye testvér megyéje, Maros megye a régió természeti különlegességeire és az aktív kikapcsolódási lehetőségekre hívta fel a látogatók figyelmét. Mi idén az aktív kikapcsolódásnak szenteltük ezt az évet, szeretnénk minél inkább felhívni az outdoor, a természetjárásra és a természetben töltött aktív kikapcsolódásra a figyelmet. Maros megyében nagyon sok turista útvonal van, gyönyörű hegyeink vannak, aki ugye inkább ezt a kikapcsolódást választaná, de ugyanakkor tavaink vannak, ugye ott van a Medvetó, az Európa legnagyobb heliotermikus tava, akár ilyen fürdőzésre is ugye alkalmas, de lehet csónakázni, szuppozni, bicikli utak vannak, ahol Szászföldön nagyon-nagyon jól fel tudják fedezni az adott látnivalókat. Emellett kalandparkok várják az érdeklődőket. Mi most jelenleg inkább erre szeretnénk, mert ugye járványügyi mindenféle ugye volt az elmúlt időszakban, és fontos, hogy az emberek ilyen jellegű kikapcsolódásban is részesüljenek. Sok látogató állt meg és érdeklődött a nyitónapon a megyei önkormányzat standjánál. Ez a Budapesten élő úr turista csoportjával rendszeresen kirándul Szabolcs-Szatmár, Bereg megyében. Mint mondta, minden alkalommal rábukkan új, különleges helyszínekre. 40 éve foglalkozok a természetjárás szervezésével, fejlesztésével, és hát imádom Szabolcs-Szatmár megyét és környékét. Tulajdonképpen egész megyét bejártam már, imádok minden részébe menni. Voltam kerékpárral, gyalog, busszal, vannak barátaim ott, szervezünk közösen találkozókat, tehát én nem csak hogy megyek, hanem szervezem is oda a programokat, és szeretném, hogyha fejlődne, minél jobban fejlődne. Csoportokat vinni oda, megmutatni nekik, és itt még a természet megvan, a szeretet megvan, és ezt szeretném továbbadni másoknak is. Bár a koronavírus miatt a turizmus az utóbbi 2 évben megtorpant, Szabolcs-Szatmár, Bereg megyében folyamatosak voltak az ágazatban megvalósuló fejlesztések, de több alkalommal bővült a megyei értéktár is, amely szintén élénkíti az idegenforgalmat. Rengeteg értékkel bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár, hiszen már 150 értéket számlálunk. És hogyha a turisztikát akarjuk egy kicsit megközelíteni, illetve megfogni az értéktáron keresztül, akkor pár dolgot kiemelnék.
Ilyen például mondjuk a középkori templomok útja, amely az értéktárnak a része. Úgy gondolom, egy olyan turisztikai attrakció és turisztikai útvonal, amely mind az aktív turisták számára, mondjuk kerékpáros vagy a egyéb jármódokban, mondjuk a gyalogos turisták számára egy kiváló turisztikai célpont lehet, de a pihenni vágyóknak is, hiszen rengeteg olyan szálláshely, magánszálláshely, illetve akár panzió élitesült az utóbbi időben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amely ki tudja nyújtani azt a szolgáltatási színvonalat, amelyet a mai világban, én úgy gondolom, már jogosan követelnek, illetve várnak el a pihenni vágyók. És emellett azért vannak olyan gasztronómiai értékeink, amiből rengeteget felvonultattunk itt is ezen a standon, amelyek egyrészt a megyei értéktárban is benne vannak, mondjuk a pálinkáink, másrészt pedig vannak olyan desztinációk, mint például a Szatmár-Bereg, és azon belül mondjuk akkor emeljük ki mondjuk Panyolát, ahol legutóbb éppen a farsangolás hagyománya volt az, illetve az alakoskodás hagyománya, amelyet megmutattunk, szintén az értéktárnak a része, és hogyha valaki oda ellátogat, akkor egyrészt egy kulturális örökséget lát élőben, tehát megtapasztalhatja, belecsöppelhet abba a kulturális örökségbe, amely Panyolán még mindig élő. Másrészt pedig azokat a gasztronómiai csodákat, legyen mondjuk az a panyolai szilvásétel, a szilvalekvár, vagy valóban azok a pálinkák, amelyek eredetvédett pálinkák, megtalálhatóak a Szatmár-Beregben, megtalálhatóak természetesen a Nyírségben is, hiszen Újfehértónos Indejesnél is ott vannak, vagy éppen Tuzséron azok az eredetvédett pálinkáik, amelyekre büszkék vagyunk. Ezek mind-mind olyan gasztronómiai és turisztikai értéket és turisztikai élményt nyújthatnak az ide látogatónak, amely én úgy gondolom, hogy garanciát biztosít arra, hogy a későbbiekben is majd akár vendégeket, barátokat magukkal hozva növeli azt a gazdasági szerepét is a turizmusnak, amely a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzatnak is a célja. Az utazás kiállításon csütörtöktől vasárnapig 30 ország mintegy 100 standja várta az érdeklődőket. Eddig tartott ma a 35 perc. Ezzel a műsorral legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor többek között a szabadtéri tüzekről és a tűzgyújtás szabályairól is beszélgetünk. Várom Önöket akkor is, viszontlátásra!